Hello guys, igazából tegnap elkezdtem az olimpiáról beszélni, és igazából valójában megosztó valóban az a box mérkőzés, amit igazából egy pár fotót is kitettem, és tulajdonképpen haladt előre a sztori, mivel az egy valódi nő volt egyes sztori szerint, csak teljességgel más volt az izomzata annak a nőnek, igazából van miért hallottam, szóval ők azt gondolják, hogy az egy beöltözött férfi volt, azok tulajdonképpen rosszul gondolják ezt a sztorit, és erre a hype vonatra így belültek igazából. Szóval persze természetesen nem értek vele egyet, ugyanis bár így, hogy ez megtörtént, de teljesen más gondoltam addig, amíg nem hallottam ezt a hírt, és mindenhol így lecikkezték, hogy egy műtött férfi, aki nőnek műtötte magát, az sportol. De nem az volt, hanem egy igazi nő volt, csak ezek szerint valami betegsége, vagy ki tudja mi volt, amiért ilyen férfiasnak nézett ki, és úgy sportolt. Szóval így most megfordul ez a kocka kérdés, szóval ennek ellenére sok minden fura volt, mint például a bibliai dolog, az tényleg fura volt, de mondjuk ez is, de annyira mégsem, mint hogy lecikkezték a bulvár, meg ezek a több minden, hogy ő nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen beöltözött férfit, ugyanis azt szerintem teljesen más egyébként, szóval ezt én is tegnap tudtam meg, és igazából teljességgel meglepődtem ezen a híren, ha már egy kis Magical Unicorns is érdekes.